Hát akkor hello, sziasztok! Indul a pódium beszélgetésünk Kátai Tamással. Köszi Tamás, hogy vállaltad ezt a kis beszélgetős műsort. Köszönöm szépen a meghívást. Remélhetőleg a technológia is, a technika is a helyén lesz. És akkor itt vagyunk a Metal Sziget két tagja, Fejes és Kristóf, úgyhogy Tamást kértük meg erre a kis beszélgetős valamire, hogy hát ha ezzel is egy érdekes programmal tudunk szolgálni a mélyen tisztelt publikumnak. Illetve amit mindenféleképpen kell reklámoznom, az az, hogy még happy hour van, tehát most még olcsó áron tudtok sör italhoz vinni ott a pultban, illetve vannak egyéb akciók is, amikről ott tudtok tájékozódni. Ezt mindenkinek javaslom, hiszen ez egy fesztivál, és szeretnénk életben tartani sokáig ezt a fesztivált. Ez egy szeszhirdetés? Ez egy szeszhirdetés. No, és akkor én is mondok pár szép gondolatot, először is én is köszönöm. Wow! Elfogadtad a meghívást. Így bevezető kérdésként azzal kezdeném, hogy te ismered az Ultimátum nevű formációt? Igen. Nem tudom, tudtad-e, hogy a 2022-es április 30-ai akváriumos bulitok pont egyszer volt az Ultimátummal. Igen, tudtam. Hát ez elég nehéz volt így nehéz szívvel, de azért elvett vitákat a falkra. Én is egyébként mentem volna, hogyha nem csinál koncertünk akkor. Nem akarjátok, hogy egyébként egyszer meghívni őket mondjuk előzenekarnak? Hát arról még nem volt szó. Nem beszéltünk róla. De aktív egyébként a zenekar? Vagy csak hát, az... Tudtommal igen. Nagyon ritkán van koncert, én úgy emlékszem. Tehát ilyen alkalmattán. Tehát nem úgy, hogy... Meg ugye új lemezek sincsenek. Tehát van az örök klasszikus. Ugye az olyan egy Ultimátum koncert, ha valaki nem tudná, hogy elkezdődik a harcos. Ugye a Heavy Metal War Cry for an Hour. Az lemegy, és akkor utána befejezik a dalat, és ennyi. Nem, de hogy természetesen nem, de vicces lenne. Jó, és akkor néhány ilyen bemelegítő kérdéssel is, meg ilyen viccesebb bemelegítő kérdéssel is készültünk. Hát ez volt az első. A másik pedig az, hogy neked van-e kedvenc hangszered, és ha van, akkor mi a kedvenc hangszered? Gondolkodtál-e már ezen? Nem. Nem gondolkodtam rajta, mert nincsen nagyon. Ugye ezt mindig elmondom, hogy én nem nagyon vagyok igazából zenész, és így nem nagyon kötődöm a hangszerekhez. Tehát én zenéket szeretek írni, de hogy most nekem ugye van egy gitárom, amit megvettem, amikor elkezdtem gitározni, és ugye az van még mindig. De hogyha mondjuk eltörne holnap, akkor vennék egy másikat. Különösebben nem kötődöm ilyen a hangszerekhez, és így nincs is nagyon kedvenc hangszerem. Egyébként az alkotási folyamat kapcsán van olyan hangszer, ami úgy preferenciát élvez, tehát amikkel jobban szeretsz dolgozni? Hát amelyik van, mert ugye egy van. Érted. Én úgy nem konkrétan hangszer, hanem esetleg hát úgy hangszer, tehát nem a mint tárgy, hanem mint hangszer típus, mint instrumentum. Tehát hogy melyik, tehát jobban szeretsz esetleg gitárt írni, vagy szintit, vagy tehát inkább erre vannak ezek a kérdés. Ja. Hát így mostanában inkább gitáron születnek így a dalok, ami így nyilván hallatszik is mondjuk a legutolsó lemezen, ami elég gitárorientált, és akkor ott feltűnt. Igen, és ott nagy részt ugye gitárra történt a dalírás. De nem mindig így van, valamikor a szintivel kezdődik, de általában ez a két opció van. Tehát mondjuk dobban ritkán. Oké. Okay. És nem tudom. Igen, jó. Kicsit nehézkes még, de azért haladunk. Szóval egy másik ilyen rövidebb kis szösszenet, hogy ugye nem régóta, most már néhány éve a Katafalk élőben is működik, és te magad basszusgitáron vagy megtalálható a színpadon. És nem tudom, van-e valami félelmed, meg régen a zsírral is billentyűztél, amik élőben ilyen fellépések előtt van-e valami druk, izgulsz-e valamitől, félsz-e valamitől, egy húrszakadás, vagy bármi? Nagyon félek, én mindig nagyon félek, de nem tudom mitől. Tehát a húrszakadástól nem, mert ugye, hogyha baszgitáron elszakítom a húrt, akkor nagyon erős vagyok. És ez sose történt még meg. Nem is ettől speciál nem félek. Én inkább attól félek, hogy mindenkinek jó legyen a színpadon, hogy halljuk magunkat. Tehát akkor a technika jó. Abszolút attól. A monitorok meg. Igen. És hogy valamikor okom van félni, valamikor nincs okom félni, de ez az egyetlen dolog, de ettől nagyon tudok. Van ilyen bakis élményed, ami nagyon maradandó emlék? Valami, akár zsírral, akár persze. Persze, a zsírral volt ez mindig, hogy ott a dobgép miatt kellett félni. Hogy Zolcsi,
a dobgép miatt nagyon féltünk, hogy ott mi ugyanis, amikor elkezdtük, akkor volt dobosunk, utána kilépett, és akkor nem volt más megoldás, és CD-ről játszottuk le a programozott dobokat, a Discmanről. És hát az ott többször előfordult, hogy ott leesett a színpadon, az asztalról, és akkor fölborult, meg átugrott másik dalra. Ez megállt. Igazi industrial metal. Igen, az túl industriál volt, és utána lett minidisk játszónk, és az is volt, sokkal ritkábban, de előfordult, hogy ugrott. És átment egyik dalról a másikra, menet közben, tehát dal közben. Hát ilyenkor váltani kell. Csak nem tudtuk, hogy melyikre. Ja. És így ilyenek voltak, de nem sok, de azért ez az emlékezetes volt. Igen, ez nem kérdem. Katapálkal esetleg valami. A TC-ben nem volt ilyen dolog egyelőre, szerencsére, és épp ezért is akartam Árpit, hogy doboljon egy rendes dobos, mert ezt én még egyszer nem akartam csinálni, hogy bár most már sokkal jobb a technológia, nyilván most már ilyen probléma valószínűleg nem lenne, mert a HD-ról azért stabilan jön minden, de egy rendes dobos szerettem volna mindenképpen ebbe a formációban. De persze, világos. No, hát szerintem akkor el is térhetünk az első ilyen blokkra, amit ennek hívjam ezt, hogy lesz több topik is, és az első az nem is annyira a zenéhez kötődik. Hát ugye te megérted a hadak útját, hogy úgy mondjam, tehát 2008-ban költöztek itt a Skóciába, ugye? És kb. 10 évet eltél ott, kb. 18 vagy valahogy így jöttél vissza. 10 és fél év. Igen. Hát ugye éltél te akkor Skóciában, Makón, és most jelenleg, ha jól tudom, Budapesten élsz. Mi most neked az otthon, vagy mi az otthon, vagy ezt hogy definiálnád? Én azt szoktam mondani, hogy én itt makói zenekar a TC, és én is makói vagyok, attól függetlenül, hogy hol élek. Hát a következő kérdés is talán ez kapcsolódik. Azt szoktam mondani, amikor így próbálok azon gondolkodni, hogy mi is ez a magyar kultúra, akkor ilyen példákat szoktam felhozni, hogy például miért jó mondjuk magyarnak lenni, és ott nálam például egy ilyen a tájkatafalk. Ugye az azért, bocsánat, persze, hogy ez nehéz úgy definiálni, hogy jó legyen, mert ugye ki vannak sajátítva a különböző aspektusai annak, hogy magyarság, meg sok a negatív öndefiníció is, sajnos. És most a politika is, igen, és nem erre akarunk itt kiukadni, ezt csak azért mondom, tehát, hogy nehogy valaki ezt ide keverje, hanem próbált ettől így kicsit elvonatkoztatni fejesen, amikor erről gondolkodott. Hát mondhatnánk úgy is, hogy az ilyen a nemzetben gondolkodásnak ez a fényes oldala, vagy a kultúrában gondolkodásnak, ami például a tájkatafalk, mert ezért eléggé merít a magyar kulturális kánonból, ha más nem a szövegvilágát tekintve, legalábbis szerintem versigényűek a szövegek. Mit jelent számodra a magyar kultúra? Mit jelent számodra, hogy magyarnak lenni? És ez most tényleg nem ilyen politikai felhang értelmében, hanem mint ember. Hát ugye az történik, hogy én itt születtem, és ezt a kultúrát kaptam. És nyilván ez vett körül, és ez az, ami bennem van, és nyilván ilyen hasonlóképpen tudom ezt továbbadni. Tehát én is örülök neki, hogyha mondjuk ezt a közösséget, ezt így tudom valahogy gazdagítani azzal, amit csinálok. De nyilván, hogyha nem tudom, ott Romániában születek, vagy Lengyelországban, vagy Franciaországban, akkor valószínűleg ugyanez lenne, csak más kulturális jegyekkel. Hát szerintem azért kérdeztem, mert én úgy vélem, hogy talán a magyar nyelv az nagyon erős lírában, és te is azért elég erős vagy lírában. Tehát, hogy mondjuk irodalom kapcsán. Igen, hát nyilván ez amiatt van, mert ebben nőttünk föl mindannyian. Tehát ezt ismerjük a legjobban, ezt tudjuk. És ez nyilván, hogy ez lesz a preferencia mindenkinél, a saját anyanyelv és a saját kultúrája. Az a baj, hogy nem nagyon, tehát nincs nagyon rálátásom arra, hogy más országokban ez mennyire erős, vagy hogy működik, és csak a sajátom ma tudom használni teljes mértékben. És ezért is váltottam át annak idején angolról magyarra, mert ez így sokkal egyértelműbb és természetesebb volt, hogy ezt a nyelvet használom. Mert ezt tudom a legjobban, ezt ismerem a legjobban, meg ennek a konnotációival vagyok leginkább tisztában. És hogyha már ugye versek, hogy te alapvetően bölcsész beállítottságú vagy, miért pont a bölcsészet? Tehát hogy jött ez, vagy hogy alakult ez ki? Vagy nem. Egyáltalán igaz-e ez? Nem, mert én magyar-angol szakos tanárként végeztem. Hát az elég bölcsész. Nem, mert a bölcsészek azok a jatésok voltak, és bölcsész bulik voltak, és oda minket nem engedtek be. Mert az egyetemisták, ők voltak a bölcsészek. Az nem bölcsészkar volt a magyar-angol tanár. A tanárszak az nem volt az. Hú, hát ez akkor így utólag nem értek egyet. Ezt azóta is
azóta is a szívemben őrzöm ezt a sérelmet, hogy minket elengedtek be a bölcsészbuliba. Akkor elnézést tudják sérülni. Ugye a felosztás is most is úgy van, hogy aki tanárszakos, az most megint volt egy időszak, amikor ez nem így volt, amikor te jártál egyetemre, de most ugye megint úgy van, hogy 70% teljesített. Végül is se nem bölcsész, se nem természettudós, de azért ezek a tárgyak, ezek valamilyen szinten mégiscsak kötődnek ehhez. De egyébként értem az érvedet. Jó, én magyar angol szakra mentem, engem az érdekelt. Először földrajz angol szakra jelentkeztem Egerbe, oda nem vettek föl. Valami nem tudom miért, nem volt egy ponton, vagy valamit elrontottam. De a földrajz az nem bölcsész szak, ugye? Nem. Na. Az ilyen fél. Na és a földrajz angol, akkor micsoda? Nem igazán erre akartam kikanyarítani a beszélgetést, inkább arra, hogy az irodalommal kapcsolatos érdeklődésed az hogy alakult ki, vagy ez hogy jött, erre vonatkozott volna. Engem nem érdekelt az irodalom, amikor például Gimiben voltunk. Nehéz tőled kérdezni. Igen, vagy nem, de ez az igazság, tehát mondhatnám, hogy igen, de nem. Hanem ez akkor történt, amikor így egyszer csak így, ugye földrajzakra jelentkeztem, és így olvasgattam egyébként mellette a könyveket is, és akkor így megtetszett ez a dolog, és onnantól kezdve sokkal jobban érdekelt, amikor már nem volt kötelező. Egyébként én is földrajzos vagyok. Na. Akkor ezért az angol az fontosabb volt. Az angol azért volt, az angol az könnyű volt, mert azt tanultam már 6-7 éves korom óta, és akkor az egy ilyen, az nem kell foglalkozni, mert az ment. Tehát meg volt a középfokú, nem tudom, hány évesen, 16 évesen, és akkor azzal nekem nem kellett vergődnöm, és akkor az egyre kevesebb probléma, hogy akkor az angol szak az biztos. És akkor mellette kellett találni valami mást. Szoktál-e még verseket írni? Csak úgy? Úgy nem. Ami nem dalszöveg, nem. Máshogy is? Csak igen, csak lehet, hogy látom, amikor dalszöveg van. Tehát, hogy van egy zene, és akkor kell írni rá valamit. Igen, de most ez konkrétan a versekre vonatkozik. Úgy nem. Nem, mert olyan... Én sokszor úgy érzem, hogy megírtam azt, amit meg akartam, és így nagyon nehéz olyan dolgokat találni, ami még nem volt, meg amit én nem csináltam meg nem mondtam még el, és azok mennek dalszövegnek. Tehát az nagyjából így befedi azt amit én ki tudok hozni magamból ez ügyben még. Tehát akkor feltétlenül nem lesz egy újabb Kátai Tamás verseskötet. De az a verseskötet is úgy volt, hogy ennek a nagy része dalszöveg. Igen, meg... Tehát sőt az első az ilyen fele-fele, a második az meg csak dalszöveggyűjtemény volt, ez a Holdak és mezők, az ott is volt a disclaimer, hogy ezek dalszöveg. De ott nem az volt a forgatókönyv, hogy ugye megírtad először a verseket, aztán később szedegettél ki belőlük dalszöveg. Is. Tehát ez történt mindkét irányban működött. De most már nincs kapacitásom agyilag, hogy csak úgy verseket írkálja. Értem, köszönöm. Ezt mégis meg lehet érteni, persze. Bocsánat. Semmi van, nem azért kérdezünk. Én is sajnálom. És akkor, hogyha most beszéltünk a, úgymond, társadalomtudomány. Szóval eddig a társadalomtudományos vonatkozásokról beszéltünk, kicsit a természettudományosokról is beszéljünk, mert én viszont teljes egészében természettudósnak számítok, és neked is vannak a dalaidban, a zeneidben ilyen vonatkozások, hiszen vannak ilyen dokumentumfilmekből, ismeretterjesztő filmekből, bevágások, vagy ilyen rádió műsorokból. Ilyen mondtad sok interjúban már, hogy ezek főleg ilyen gyerekkori, kazinói, átdigitalizált dolgok. Ez mindig is érdekel téged, ez a vonal, ez a természettudományos alap, még milyen szinten? Tehát jó, hogy mondtad, hogy földrajz szakra is készültél, tehát akkor nyilván ez tényleg megvan ez a vonal, de hogy ez milyen erős, és hogy ez mikor jött, hogy milyen tudományok érdekelnek a természettudományokon belül. Hát olyan szinten, hogy nem vettek föl végül is főiskolára. Jó, de mentél volna. Mentem volna, de nem volt elég a szint. Tehát, hogy ott nem sikerült annyira, de egyébként úgy laikusként, úgy érdekel engem ez a dolog, meg én gyerekkoromban például nagyon szerettem óvodás koromban megtanultam olvasni, vagy megtanítottak, és akkor a fővárosokat, azokat mind megtanultam. Az országok zászlóit, meg fővárosait, meg volt egy atlasz otthon, és azt így elolvasgattam, és akkor ezzel kábítottam az óvónőket, hogy nagyon tetszett nekik, hogy ezeket én már tudtam. És ez a része, ez nagyon érdekelt. De én ezt, a földre az igen, de később a biológia, meg a kémia, az egyáltalán nem. De azt később vettem észre, hogy az is milyen izgalmas tud lenni. Ez is már akkor volt, miután már nem kellett kötelezően tanulni. Csillagászat? Az is. De ez is utána ment. Tehát én amikor észrevettem azt, hogy ezt az irodalommal össze lehet kötni.
És ez izgalmas dolog, ez a metafizika, hogy, hogy a tudomány és, a, és, a, és az irodalom az, az együtt, az, az egy izgalmas dolog. És nem tudom olyan szinten, hogy olvasol-e esetleg tudományos, olyan értelemben tudományos cikkeket, hogy ami megjelenik egy újságban, egy internetes portálon. Mostanában inkább történelmet szoktam olvasni. Mit? Például a Magyarország globális történelme, ez tavaly jött ki ez a könyv, és ez a legutóbbi. De azért, mert az unokatestvérem szerkesztette, de egyébként is érdekel. Jó, mert a másik szakon meg a történelme, azért kérdeztem. És ez például most ez megy. Értem. Hát ugye már beszéltünk a versírásról, zeneírásról. Filmekkel hogy ez? Mennyire szeretsz filmet nézni, illetve közben filmes kultúra mennyire érdekel? Érdekel. De mostanában nagyon kevés időm van rá, az a baj, hogy ez a zene az így nagyon elviszi a... Nem is akármi ez, amit nekem kell csinálnom, és ezekkel foglalkoznom, amikor van időm, és így kevés időm van filmet nézni, és így le is vagyok maradva. Csak ott már egy ilyen cuccot, ami a Harry Potterben ilyen indulnyerű. Ugyan mondtad, hogy nincs sok időd, és hogy kezés írsz. Persze, nem csak azért nem írsz verset, hanem azért, mert inkább dalszöveget írsz. Tehát írsz ugye dalszöveget, csinálsz zenét, filmet rendeznél-e? Hát, de nem tudnék. Tehát azért azt tudom, hogy azért az nem olyan egyszerű, és ez nekem így egyedül biztos, hogy nem menne, és nincs is ilyen ambícióm emiatt. Viszont filmzenét azt nagyon szívesen írnék. Értem. Igazából ezzel kapcsolatosan lenne később egy kérdés, de ezt akkor most is fel lehet tenni. Ugye, hogyha már itt a filmekről van szó, megrendezni a filmet, hát klipjeitek viszont vannak. Igen. Mennyire van abban beleszólásod, vagy inkább úgy mondom, hogy mennyire adod te meg azt, hogy milyen legyen ez a klip, vagy milyen legyen az alapkoncepció, vagy csak jönnek ilyen ötletek, vagy megtetszik neked jönnek egy rendező, és akkor meg kell, hogy csinálja meg ő. Vagy ez hogy néz ki? Hát ugye régen úgy volt, hogy ezeket én csináltam mindet, mert így volt rá kapacitásom, így meg tudtam technikailag oldani azokat a klipeket az elején még, odáig a rengetegig körülbelül, a rokáig. Sőt, még később is volt egy pár. De aztán rájöttem, hogy bizonyos szint fölé nem tudok technikailag fölmenni, mert egyszerűen nincs hozzá felszerelésem, meg elég tapasztalatom, meg tudásom. És akkor utána jött az, hogy tudtam dolgozni olyan emberekkel, akiknek el tudtam mondani, mit szeretnék, és ők nagyjából meg tudták ezt csinálni. De az első ilyen klip volt, amit nem én raktam össze, az embersólom volt, amit a Márkék csináltak, a Notatala Films, és nagyjából megvolt a koncepció, hogy mi legyen, a nagy sztoria nincsen ott sem. Én rájuk bíztam, mert láttam a korábbi dolgaikat, és nekem azt tetszett, és nyilván ők tudják, hogy mi az, ami működik jól, és ezt így ráhagytam, és így tök jól sikerült. És aztán később dolgoztam még velük többször. És a Néma Vermeket is legutóbb együtt csináltuk. Ott is megvolt, hogy mit szeretnék, és ők nagyjából össze is hozták pont azt. És mi jól tudtunk együtt dolgozni. Leginkább ásni. Ásni. Igen. Milyen volt ásni? Nagyon kemény volt egyébként. Azt egy nap alatt vettük fel. Ez jó nagy lyuk lehetett a végére. De nem volt nagy lyuk, mert pont az volt a lényeg, hogy nem lehetett ásni. Tehát, hogy a klipnek is az volt a lényege, hogy ne is tudjak ásni, mert hogy hiába ásik az ember, nem tudja elásni azt a dolgot, amit el akar. És... de nem is tudtam volna, mert olyan tényleg olyan fagyos volt a föld, ezt december 30-án vettük föl. Ezen kísértett hangok. Igen. És hát így nehéz, hosszú nap volt, meg hideg volt nagyon. Tehát mindent a művészetért. Igen. Most egy kicsit áttérünk egy másik témára, most jön a zenei oldala a munkásságodnak, illetve hát a Die Cut a Fuck-nak elsősorban. És hát van itt néhány kérdés, ami mindenféle vezérfonal fog bennünket vezetni, amiket itt felírtunk. Az első az, mert ezen agyaltunk, ez egy kicsit nehéz szerintem, mert nem mindig szól a mikrofonom egyrészt, másrészt meg azért, mert erről egyébként valamilyen szinten beszéltél már interjúkban, de azért mégiscsak szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk ennek az evolúciójáról, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy milyen zenei
ihletekből dolgoztál életed során. Tehát ezt tudjuk, hogy black metallal kezdtél, biztos mondani is fogod. És hogy hogyan jöttek a műfajok? Azt tudjuk, hogy nem hallgatsz sok zenét, viszont nagyon sok műfajt, hogyha hallgatsz, akkor mégis nagyon sok műfajt hallgatsz, legalábbis én így tudom. És hogy ezt hogyan kell ezt elképzelni egy-egy? A saját magadnak a zenei érdeklődésének az evolúciója, az milyen volt? Hát az olyan volt, hogy én számítógépes zenéket hallgattam, először, mert én kisgyerek voltam, és akkor számítógépes játékokkal játszottunk, akkor azok nekem nagyon tetszettek. Ezek oh. Még a billentyűs, teljesen billentyűs zene. Én akkor még nem zenéltem egyáltalán. Nem úgy értem, tehát, hogy ezek még ezek a Nintendo zenék, gondolom, ami teljesen... Nem billent... Nintendo volt, hanem konkrétan először ZX Spectrum, aztán Commodore 64, aztán meg Commodore Amiga. Jó, de úgy értem, hogy ezek ilyen nagyon egyszerű, ilyen billentyű alapú 8 bites dolgok. 8 bitesnek, azt hiszem az Amiga már 16 bites volt, de igen, de nem voltak ám olyan egyszerűek ezek. Wow. Mert 4 csatorna is ment egyszerre, és ott azért lehetett okos dolgokat csinálni. Szóval nem volt egyszerű, de azt hiszem az, amire te gondolsz, igen. Igen, mert nem tudom a nevét, ezért nem tudom jól apostrofálni. Ezt most chiptune-nak mondják ezt. Szóval akkor az. Igen, csak ez az eredeti, ami nem retro, hanem tényleg az volt még annak idején. És ezt is lehet keverni a metallal, az egyik előzenekaratok majd most októberben például. Igen. Chiptune metal? Nem tudom, minek hívják ezt. Hát igen, de ott egy csomó ilyen barokkos dolog is benne van, szóval nagyon izgalmas, amit a Master Blues Record csinál, az nem egyszerűen csak átdolgozása ezeknek a zenéknek. Hát ez fekete zajon elég állatkoncertet adtak. Igen. Ezt jól átaludtam. De szóval dobálták a végén már be az ilyen nagyon régi játékokat is. Ez elég király volt. Igen, tehát ez volt, és akkor utána meg Kraftwerk, az volt körülbelül ezzel egy időben. Kraftwerk meg Jean Michel Jarre. És a Dimens Machine elemez, meg az Oxygen, meg az Equinox Jarre-tól, és akkor ezeket hallgattuktam egyedül. Ez ment egy pár évig, és akkor utána jött az, hogy pokolgép. Volt az osztályunkban voltak pokolgépesek. A kapudrok. Igen, ez 88-89 körül volt. 89-ben. És nagy Ferro, Beatrice volt még, ami ment állandóan, és az osztálytársa még elhívták a Nagy Ferrót, a Három Kívánság műsorba beírtak, és beírtak Dévényi Tibornak, hogy a Nagy Ferrót szeretnék, hogy tartson énekórát. És persze nem jött Nagy Ferró el, viszont az igazgatónő az igazgató megtudta, és ebből hatalmas botrány lett. De miért? Mert nagyon rossz néven vették. Hát mert hogy... Ja, mert hogy akkor még rendszerellenes zenekar. Hát 89-ben volt, tehát... Pont, nem? Így pont, ilyen, nem a rendszerellenességről volt szó, hanem arról, hogy ilyen Nagy Ferrók nem jöhetnek be énekórára. De most... Azért, mert nem tud énekelni, vagy azért, mert nem nemzet csótánya, gondolom. Igen, mert ő a nemzet csótánya, igen, akkor még. Most fordult a kocka. De... Jó, több érvet is el tudok képzelni. A nemzet csótánya érvet el tudom képzelni, az, hogy nem tud énekelni, meg az, hogy nem képzett zenész abban az értelemben, hogy nem diplom. Nem. Én hallom. Nem diplomás énektanár, vagy valami hasonló. Nem, arról volt szó egyszerűen csak, hogy ilyen ez a figura. Ezek a típusú emberek, hogy ne jöjjenek már az iskolába. Tehát erről volt világos. Szó. Tehát hogy nem tudom. Tehát most már ez változott, de és akkor nagy botrány lett, de arra jó volt, hogy én is érdeklődtem, hogy akkor mi a franc, ezt már nem hallottam még előtte. És akkor nekem is elkezdett tetszeni ez, meg a pokolgép, meg akkor már volt Rossian. És mondtad, hogy az osztály egyik fele pokolgépes volt, akkor a másik fele milyen volt? Mindenki pokolgépes volt. Mindenki pokolgépes volt. Igen. És utána ezt meghallgattam én is, és akkor jó volt. És aztán volt egy olyan, hogy a Stormbridge, német Stormbridge zenekarnak volt egy lemeze, amit lehetett kapni a bizományiban, itt Hódmezővásárhelyen. Itt vettük meg a bizományiban 60 forintért az LP-t és 30 forintért a kazettát. Ez nagy pénz volt akkor? Nem, nagyon kicsi pénz volt. És akkor ezt megvettük, és akkor az nekem nagyon tetszett, ez egy koncertlemez volt. És akkor onnantól kezdve az, utána már jött a többi. Méhem volt a következő lépésben? Nem, a következő lépés az a Metallica volt, már Ride the Lightning. És akkor onnantól meg már, aztán már Slayer, meg a többi, és ott gyorsan haladtunk. És konkrétan a black metalon mi volt az első élményed? Hát, speciálra nem emlékszem.
Ez már nem, csak az... nem tudom. Nem, egyszer csak így azt hallgattam. De hogy hogy került elő? Biztos a Metal Hammerben olvastam először. Tuti ott volt. Akkor olvastál Metal Hammert annak idején. Hát mindenki olvast, persze. Hát én nem tudtam, hogy az annyira egyértelmű, de hát végül is nem értem akkor. Még 90-91-2-ben hát az nem is volt más információforrás. Ja tényleg, nem volt net. Hát akkor még nagyon nem volt net. De volt élet a net előtt is, tudod. Jó persze, de én már akkor születtem, amikor már volt internet. Az egész más világ volt. Mert érted, én például úgy diplomáztam le, hogy nekünk még nem volt, én e-mail címem se volt. Tehát mi csak fénymásoltuk a jegyzeteket, nem volt telefon, semmi. Nekem még vonalas telefonom se volt akkor, amikor 94-ben még lediplomáztunk. Tehát úgy csináltuk végig, hogy nem volt internet. Jó, persze világos, tudom, csak Wikipedia nélkül nehéz az egyetem. Csak fura, nagyon fura ez most már. Persze, persze. Jó, és akkor jött a Black Metal, akkor azért már a 90-es években az ugye nyilván ment, hiszen az első anyagaidban elég komoly hatások, áthallások vannak ebben a műfajban. Igen. És utána egy csomó minden bekerültek a fákba is. Tehát gyakorlatilag a könnyű zene palettájának ilyen hatalmas nagy spektruma az, ami ilyen-olyan formában, legalábbis az én meglátásom szerint bekerült a zenétbe. És ezek a különböző műfajok, ezek honnan jöttek? Folyamatosan? Vagy volt egy pont, amikor azonnal elkezdtél mindenféle zenét hallgatni? Vagy hogyan emlékszel? Nem, hát én folyamatosan hallgattam mindenféle zenéket, csak amikor elkezdtük a TC-t, akkor az volt kiadva, hogy akkor ez black metal lesz, mert olyat akarunk csinálni Jánossal. De János azt mondta, hogy ő black metal akar játszani, és akkor mondom, hogy jó, akkor játszunk, én is azt akarom, és akkor megcsináltuk ezt. De és akkor egyértelmű volt, hogy akkor mi olyan gyors black metal csinálunk, hogy dobgéppel, amit egyébként nem is lehetne eljátszani, hogy minél extrémebb legyen a dolog. De ez aztán nagyon gyorsan ebbe belekerültek más elemek is. Már az első lemezünkön is volt egy csomó. A fele ilyen szintis hülyéskedés volt. És ugye hát a tűnő idő az már érdekesebb, de inkább a rókohassától vannak ilyen csak nyomokban black metal tartalmazó dolgok. Akkor az de nem egyébként, mert már az első demonkon is van egy 10 perces szám, ami csak szinti. Az az ambientes cucc. Igen. Persze. A legelső demonkon is. Tehát, sőt, az első lemezünkön meg van, egy csomó hegedű van rajta, meg nagyon sok ilyen folkos dolog, ami én is meglepődöm néha, hogy az már akkor ott volt. Ne, egyébként a magyar kultúra ott is visszaköszönt akkor. Vagy ez nem volt szándék? Hát én nem tudom, hogy került oda, de a végén ott van. Mi a véleményed a folk metalről? Én a folk metalt nagyon... Szökik a kérdés. Én a folk metalt nagyon szerettem akkor, amikor elindult, tök izgalmas volt, 94-3-4 körül az első ilyen... Az első Ulver például, ami volt, meg... Satyricon, a Dark Medieval Times. A Satyricon, meg a Frostnak az a másik projektje, ami... Vagy a, bocsánat, Satyrnak volt a... Isengard, de az Isengard, az a Fenrizé. Na de az is például. Meg igen, szóval Satyrnek van valami más ilyen... Ongraven, igen. Na, szóval azok is nagyon, az nagyon izgalmas volt, meg aztán jött a Falkenbach, meg ilyen kísértezősebb dolgok, de utána átment egy ilyen olyan irányba, ami engem nem nagyon érdekelt. Ez olyan népies SCH-val? Hát nem is arról van szó, hanem inkább ugye angulat volt ilyen... Hát ilyen lagzis. Szóval akkor a power metal szerintem nem köredik jól a népzenével. Én a power metal-t eleve nem nagyon szerettem. Tehát így mondhatok, ez nem sok esélye volt ennek a dolognak nálam. De ez nem jön semmi se, csak hogy én nekem az első pár év volt izgalmas, utána pedig egyáltalán nem. Tehát így leszakadtam erről teljesen. Világos. Mert igazából ott a zenétben is vannak. Mint ahogy nagyon sokféle államban népzenei elemek is megtalálhatók benne. Igen. És van egy-két dal, amire szokták mondani, hogy hát igazából ez folk metal is lehetne. Például a Vadaknak a Köszönös Bajnál 11-11-be folk metal. Azt hiszem az a dal címe. De gondolom ez nem szándékos, csak így alakult. Hát szándékosan olyanra csináltam, de hogy ez nem volt így a szemem előtt, hogy folk metal. Igen, ezt így mondom, hogy most nem az volt. Mert ugye ott ugye az történt annál a dalán is, hogy a szintivel készült ott az a fő dallam. Azt én szintivel játszottam föl, csak így egyszer csak így eszembe jutott, hogy de jó, érdekesen ez dudán. Mert nem volt még duda a zenekarban, és akkor kerestem egy dudást, aki eldudált, azt egyből ilyen izéletből, de ilyen folk metálos dolog, de az eredeti formájában nem tűnt egészen olyannak, de ahogy bekerült egy ilyen hangszer, így hirtelen ilyen lett.
Jó, és a egyik legfontosabb műfajnak szerintem lehet mondani azért a black metalt a katafáknak a munkássága szempontjából. Mit jelent számodra a black metal? Megfogalmaztad ezt már valaha magadnak? Nekem izgalmas volt az elejétől kezdve, hogy így nagyon... Tehát azok a, én azokat a black metal zenekarokat szerettem, akik így belemertek tenni más dolgokat is, hogy így egy nagyon széles műfajnak tűnt. És az is, tehát így, mint az Emperorban nagyon sok minden belefért, az Enslaved, meg amerre elmentek ezek a zenekarok, amik így... Én azt vettem észre, hogy így bármit meg lehet csinálni a műfajon belül, szinte. És emiatt volt nekem ez egy ilyen izgi dolog. De magát azt a attitűdöt? Az ideológiát, ami mögött, az engem nem nagyon érdekel sosem. A hangulat miatt volt ez nekem vonzó. Világos. Hát meg ugye a koreai anyagokon sem templom égetés és sátán van, hanem ott is már ilyen asszom angol költők versét is felhasználtak. Már ugye fejt nálatok. Hát igen, nálatok. Igen. Tehát ugye ez a könnyebbik út, mert hogyha mondjuk én feldolgozok egy Shakespeare-t, akkor abban nehéz belekötni szövegileg. Ja. Van itt egy másik dolog is, amit megfigyeltünk, hogy a katafáknak nincsen állandó logója. Ajánlami fix. Ennek van valami különösebb oka? Hát az, hogy nem tudtam olyat rajzolni, ami elég lenne. Meg az is a baj, tudod, hogy így, hogy a zenék nem teljesen egyformák, és akkor van logó, amelyik ez a lemezhez illik, de van, amelyik ehhez nem, máshoz nem, meg a borítóhoz nem illik, az egyik típusú, és így különösebben én nem akartam ennek nagy jelentőséget tulajdonítani, és például az is mondjuk koncerteken is, amikor most vannak, így, hogy a vetítéssel kapcsolatban így fölmerült ez többször az elején, hogy akkor legyen logóként hátul. Tehát, hogy amíg játszunk, addig kint legyen a zenekarnak a logója. Igen, csak melyik? És én mondtam, hogy nem akarok logót egyáltalán. Hogy egyik se. Akkor ne legyen kint az a madár szimbólum. Vagy legyen kint egy másik szimbólum, vagy a szarvas, vagy valami. De hogy ne legyen kint logó. Mert azért engem nem nagyon izgat ez a logó téma. És a sokkal erősebb szimbólum szerintem mondjuk ez a madár, mint hogyha egy zenekarú logót kirakunk. Mondjuk a kvázi már ez is egyfajta logó, csak nem betűkkel, hanem szimbólum. Az is a naív idején került elő, tehát a 2020-ban, tehát addig még az se volt. És minden lemez nem reprezentál ez miért gyakorlatilag. Nem. És így bizonyos számokhoz illik, bizonyos számokhoz csak egyáltalán nem illik. Ezért nagyon nehéz találni egy olyan egységes logót, úgyhogy nem is érdekel engem ez nagyon. Az első egy-két albumátán meg volt is ilyen logótok. Volt, az első logónk az emléksz, hát az János rajzolta. Volt benne fordított kereszt, meg pentagram. Itt a bikel. Igen. Hát akkor nyilván. De nekem azt tetszett az a logó, az egy tök jó, és ahhoz a lemez ez jó is volt. De utána a Mikrokozmosz az már egy másik logó volt, amit Cisztény rajzolt, mert az a zene már nem az a típusú zene volt. Szövegileg sose volt olyan, de zeneileg is kicsit változott. Jó. Van még ide. A következő kérdés az, hogy olvasod-e a közönség visszajelzéseit? Mi a... És hogy igen, akkor hogyan viszonyulsz ehhez? Én el szoktam olvasni, de azért az emberek tudni kell kezelni ezt pozitív meg negatív irányban is. Mi a legjobb és mi a legrosszabb ilyen élményed? Nem nagyon traumatizált semmi sem, hogy így emlékezzem rá semmilyen irányban. Nem postáztak levágott lófejet még? Ja, nem. Emlékszem arra az időszakra, amikor mindenki galambot kapott. Én nem kaptam. Drótposta galamb. Mert végülis én jóba voltam attól, aki küldte mindenkinek. Úgyhogy... Mi ez a sztori? Ez nekem így kimaradt. Volt egy arc, aki ilyen döglött galambokat küldözgetett? Volt. Nem. Ti nem tudjad? Ezt elmeséled? Fiatalok vagyunk mindig. Titkos ez? Hát nem titkos, de hát igazából nem tudom ezt... Ja, nem kell nevet mondani, csak hogy... Hát volt egy, igen, emlékszem is az egész sztorira, tehát hogy miért történt az egész, meg... Az a lényeg, hogy kaptak zenekarok, akik nem voltak elég trúk, azok kaptak postán galambot, amit megvolt, tehát halott galambokat a csomagban. Hogy adsz fel egy döglött galambot? Úgy, hogy Szegeden a Dóm téren volt egy csomó galamb, és akkor ott onnan... Ezt értem, de így a tényleg postára így hogy adod fel? Ja, be kell csomagolni dobozban. Ja, true. Hát és nem is borítékban. Nem, dobozban volt, és akkor kinyitották, és akkor már akkor benne voltam pár napja. És hát persze, még az körbeér. Ez egy nagyon csúnya dolog volt, és nagyon sok zenekar az okon vette, hát mondjuk teljes joggal. Hát
és elülnék neki. Igen, és akkor hát ez így lement ez a kör. Ingyen protein. De ez itt Szegeden volt akkor? Hát onnan indult. Hát onnan adták föl, igen. Wow! Ha is tanultunk valamit. No, és akkor még a visszajelzésekkel kapcsolatban nem tudom, hogy volt-e esetleg olyan, hogy valamilyen tanácsot vagy építőjelű kritikát megfogadtál, vagy esetleg megfontoltál? Lehet ez bármost nem zeneileg gondolom, itt tudom én. Jó koncertezetek, azt mondtuk nagyon sokáig, rajongók, akkor lett koncert egyszer csak, de hogy valami más. Nem azért lett, mert megfogadtam, hogy a tanácsot, hogy koncertezzünk, hanem hogy mások sokáig megcsinálták helyettem a De azt is mondtad, hogy ha valaki megcsinálja helyetted, akkor lesz és lett. Igen. Hát ez így volt. Ez már történelem. Hát nem tudom, hogy ilyen tanács ügyben... Nem nagyon mondott senki is, hogy mit kéne csinálni. Hogy kellene. Arra emlékszem, amikor Metalhammerbe elküldtem a Dark Light-okat, mert akkor még a Dark Light volt az első ilyen zenei projektem, és akkor elküldtem az első demót, és a Cserőtei László írt róla a demonstráció rovatban egy kritikát, és utána a másodikat is elküldtem, és arról is ő írt, és a harmadikat, az Eternus című demót, azt is elküldtem, és akkor Cserőtei Lászlóval most így ezt írta körülbelül, hogy eddig támogattam Kátai Tamás munkásságát, de most megfáradni látszok, hogy van ilyesmi. És utána az Uzsek Anorg írta a következőről a kritikát. Tehát így, ő biztos tanácsolt valamit, nem emlékszem mi volt, csak hogy így kezdődött. De nem fogadtam meg szerintem, vagy ugyanúgy csináltam tovább. De akkor mennyien dolgoztak akkor a Hammernél? Akkor már nem csak a két Laci volt ezek szerint. Akkor már voltak többen. Többen volt, hát azért ez 94-ről meg 95-ről beszélünk. Tehát nem olyan sokan nem. Szarka Joseph volt még ott. A Milán Peti szerintem nem volt még. Vagy ha igen, akkor nem írt a demókról. Két László volt, meg az Uzsek Anorg. Ezeket valóban majd a Kovács Bedlam volt még akkor, meg a Nagy Andor. De egyébként nem is ismerem névről. No, de a következő kérdés az arra vonatkozna, hogy ugye eltérő setlistekkel operáltak a különböző koncerteken. Mi alapján rakjátok össze a setlistet, hogy ezt te válogatod ki, vagy ez hogy néz ki ez a metódus, ami alapján bekerülnek a dolgok? Hát legelsősorban az alapján válogatjuk, hogy mit tudunk eljátszani, mert azért egy csomó mindent nem tudunk. Technikailag, vagy mit tudom, én nem tudjuk tényleg eljátszani. Ezért vagy ne haragudj, bocs, hogy közben erre mondanál egy példát? Amit nem tudtunk eljátszani? Amit nem tudtok eljátszani. Hát, hogy miért nem tudjátok például eljátszani? Például a Molekuláris Gépezetek című dalt, azt egyszerűen nem tudom, hogy olyan francba kéne megcsinálni, 18 perces, és elkezdődik, és akkor metal, aztán van egy 10 perc ambient, tehát a kellős közepén. Amit nem tudom, hogy kéne megoldani, hogy ott ne menjen le mindenki a színpadra, hogy valami történjen. Mert a Csillagkohó is le van rövidítve, nem lehet ezt? A Csillagkohó azért van lerövidítve, mert azt nem mérjük még, azt egyszerűen nem tudtuk így összerakni rendesen, hogy azt 9 perc és nagyon tömény, és ott nagyon sokat kell variálni. Szerintem a 9 perces vezetést rohadt jó, és szerintem működne. Az már... Nem a 9 perccel van a baj, hanem hogy ott nagyon sok minden van, tehát nagyon sűrű a zene. És még azt nem szedtük így szét sávokra. Lehet, hogy egyszer megcsináljuk. De nem, a molekulárissal az a baj, hogy ott szinti HD-ről menne, nem tudom, sok hosszú percetig a zene. És nincs. És élő billentyűs? Na, élő billentyűs meg azért nem akarunk. Ez egy provokatív kérdés. Igen. De ez egy egyszerű a választ, túl sokan vagyunk. Tehát fér fel. Nem fér fel, meg kavarás van vele, tehát fölösleges, mert nem lesz jobb a zene tőle, hogy van egy élőben egy billentyűs, csak rosszabb lesz, mert úgyis elrontja. És esetleg egyébként mondjuk feldarabolni a dalt, és mondjuk eljátszani három pakba, vagy kettőbe. Hogy kihagyni a közepét? Nem, mert mondjuk mit tudom én, eljátszottam a darát, ez volt az első része, egy kis pihi, és aztán jön a következő ambient rész, aztán... Hát ez nagyon béna, nem? Hát tudom. Én most nem is értem, hogy mire gondolsz egyébként. Ja. Hát például, itt például a Darjadának a Velszibárdoki, az például az egy... Ja, hogy... De az alapból három dal. Igen, de másik témák is. Jó, de az igazából egyként kezelendő, csak fel van darabolva. Na mindegy. Na tehát ezt nem csináljuk, mert vannak normális számaink, amit elő lehet adni, és akkor nem kell bózkodni a hülyeségekkel, hogy adjunk elő 18 perces számot, mikor van 10 darab 6 perces, ami tökéletesen működik. Jó, de ez világos persze. Nem, most nem felejtem, erre akartunk kiukadni szerintem, de... De hogy ilyen technikai dolgok vannak, amik nem tudod, hogy hogy adod elő, vagy a vashegyeket is, amit most megnézünk, leülünk hozzá, de... Ennyire a közep, ez egy kicsit leül.
De nehéz, nehéz ügy. És akkor van, amikor nem tudjuk ezeket eljátszani, vagy valakinek nem tetszik a zenekarban valami, és akkor nem játszunk el, mert van mellette másik. Olyat játszunk, ami mindenkinek oké. És konkrét koncertekre szokott lenni ilyen koncepció, hogy most erre a koncertre inkább ilyen dalok, mondjuk Orfű nem biztos, hogy még egy Erdgeistot kéne berakni például, tehát ilyenekre gondolok. Hát Orfűre oda különösebben nem készültünk oda se. Árpi, készültünk Orfűre? Igen, tehát ott ki kellett venni, hogy mit vegyünk, és akkor kivettük a mezolitot, hogy akkor ne fárasztjuk pont azzal az ottaniakat, és akkor benne maradt a triobita, ami sokkal könnyebben befogadható. És akkor ennyi engedményt tettünk, tehát ez szerintem teljesen normális. Foglalkoztok azzal, hogy a közönség az nem egy ektemetálos közönség, és akkor hát így... Ilyen tekintetben ezt figyelembe vettük, de annyi változott mondom a programban, hogy mitől két szám kiesett. Ja, mert rövidebb koncert kellett. 50 perc volt. Klub koncert, persze. Mert előtte játszottunk a parkban, az 70 perces volt, és akkor ki kellett választanunk 3 számot, amit kiveszünk az Orfűről, és akkor ennyi volt, és akkor azokat vettük ki, ami esetleg kicsit így... Megüli az ember gyomrát. Igen, ami már a haladóbbaknak való. Expert szintűeket. Hát de tényleg, mert aki először hallja ezt, azért annak azért nehéz ügy. Ja, külön itt az aranyos, igen, azzal be lehet vonzani embereket a műfajba, a zenekarba, szerintem. Mezolita nehezebb lenne. Igen, tehát szerintem ez egy észszerű kompromisszum, ha egyáltalán kompromisszumnak minősül. Világos. És ugye lesz az A38-as bulitok, ami 2 buli is lesz egyben. Honnan jött az ötlet, hogy 2 buli legyen rögtön? Onnan, hogy kicsi a hajó. Tehát az 650-es. És mi akkor miért a hajó? Ha már volt Budapest Park is. Azért, mert ugye akvárium volt 2-szer, az tele került, nem akartunk még egyszer ott játszani, mert elég volt. A Barba Negra az nagyon nagy, illetve ott sem akartunk játszani, mert az meg nagy, meg üzé, és nincsen helyette más. Magyar Budapesten, ami megfelelő méretű. Igen, mert Dürernek is még csak a kis kicsije van. Hát most már van a nagy is. Most már van a nagy is? Most már van, akkor még nem volt. Hát akkor még nem volt, persze világ is. És akkor a A38-ra úgy gondoltuk, hogy akkor 2, mert az annyi, mint egy akva. És akkor úgy nagyjából így körülbelül befedi azt az ember mennyiséget. Na, azt mondom, az akvárium 1280. A akvárium 1280, a hajó 650, de mi nem adunk 650 jegyet, mert az, hogyha az tele van, akkor az nagyon nagy tömeg, hogy kényelmesebb legyen mindenkinek, és azt hiszem, hogy nem tudom, 580-at, vagy nem tudom, mennyit adtunk el most naponta. Milyen érzés a Kalákával együtt játszani? Nem tudom, mert ugye az még ezt álljon, de remélem, hogy jó lesz. Jó. Akkor így kérdezem, hogy... A kérdésekre válaszolt, hogy kérdezem, hogy jól csinálod. Jól csinálod, érkezzem, felszárul a kérdést. Jó. Ha jól tudom, neked ilyen nagyon régi kedvenced a Kaláka. Igen. Igen, és minden közelítve, hogy mennyire, tehát milyen érzésre tölt el az, hogy egy ilyen nagy kedvenceddel játszhatsz egy színpadon? Nekem főleg amiatt jó érzés ez, hogy ők elvállalták, mert ugye azért nekik ez egyáltalán nem egy mindennapos dolog, és mi próbáltuk már az első akváriumos koncertre is őket hívni, de akkor pont volt dátum, valahol játszottak, és nem működött a dolog, de most elvállalták, és én jobban nagyon örülök, tehát ez tök jó dolog. És nem az furcsa, hogy pont azt hiszem az életmű első felével együtt lesz, és ez inkább darásabb az életmű első felével. Igen, de akkor értek rá. Tehát, hogy így nekünk nem sok opciónk volt ezzel kapcsolatban. Örültem neki, bármelyik nap jó lett volna. Ők nekik akkor volt jó, és így pont jól kijött, de lehetett volna másik nap is, de nem így alakul. És még itt hát záró kérdésnek tenném ezt így fel. Ugye te nem csak a Tájkat a Falkba zenéltél, hanem elég sok helyen. Hát elég sok helyen, tehát egy helyen még ezen kívül, ami nem ilyen saját projektszerűség. Most ez ilyen session, meg vendég, zenégetős, nem ideértve, hogy ez a Zsír új formáció. Hát ugye a Tájkat a Falk is ugye most több 20 év után lett előadva egy live, és a Zsír az azóta feloszlott, de úgy jönne a kérdés, hogy nem lehet, vagy nincs-e arra esetleg esély, hogy a Tájkat a Falkhoz hasonlóan egy ilyen akár egyszerű alkalmas ilyen zsírkoncert. Hát ugye az már volt tavaly. Hát 4 dal erejéig is volt meghirdetve.
Igen. De az jó volt, nem? Ez király volt. Nagyon adta. Hát akkor meg volt. Róla. Hát én tudtam róla, mert jó. Spoilerezték, de jó, ez nem zsírkoncert volt igazából, csak egy félig fél zsír volt. Ez akkor vannak a végén, aki nem tudná. De nekem elég kevés időm van így a TC mellett, meg ugye állam próbálunk Pesten, és így kicsit nehézkes. De hát ugye Zolcsi az ott van a TC-vel is mindig, mert ő mi nekünk a stagehandünk, és akkor ő szokott jönni mindig a zenekarral. És én nem zárok ki semmi ilyesmit, tehát erről tehát nincs... nyitott lennél rá, hogyha nem legyen. Nincs lezárva ez a sztori, meg nincsen semmi, amikor igazából ez nem is vagy, hogy rajta múlik csupán. Tehát, hogy amikor, hogyha ráérünk, hogy úgy alakul, meg tudom, hogy fel tudnak rá készülni, mert hogy ez fontos, akkor ez ebből lehet, hogy lesz egyszer valami, de nem tudom. Tehát igazából az biztos, ami tuti biztos, hogy nagyon úgy néz ki, hogy új zenéket nem nagyon csinálunk. Mert nem tudunk. Hogy így azt így próbáltuk, elmúlt nem tudom, tizen pár évben, egy rohadt számot nem bírtunk összerakni. És az úgy néz ki, hogy az alatt dolog, de a koncert az még lehet, hogy lenne, hogyha össze tudjuk hozni ráérni mindenki. Az a baj, hogy Balázs például Skóciában lakik. Hát igen, ezt akartam kérdezni, hogy eredeti felállással ez miatt nehéz. Mert hát igen. De hazajöttél, de hát ő még kint van a királyságban. Hát Glasgow-ban lakik ő azóta, tehát ő, tudom, 20 éve már kint van. És voltam nálam most is a nyáron, és... De hát azért nehéz ugye ezt összehozni, hogy akkor próbálni, meg átreptetni, meg hogy legyen oka neki, mert tényleg amiatt csak, hogy játszunk valami fesztiválon, az így túl sok energia. Hát köszönjük szépen a válaszokat, és zárásként arra gondoltunk, hogy esetleg átadnánk a szót a közönségnek, hogy van-e bárkinek kérdése Tamáshoz. Még van időnk, majdnem 20 percünk, úgyhogy lehet kérdezni, valószínűleg kicsit rövidebb lesz így a beszélgetés. Úgy értem, hogy nem töltjük ki 70 percet. Nem beszéltem eleget. Ne, hát ez nagyon nehéz belőni előre, de igazából tartalmas beszélgetés volt szerintem. Hogyha valakinek van valami kérdése, akkor jöhet, mikrofont is kap. Jó. Gyere, Ádám, gyere. Jövök. A Metal Szigetnél nekünk volt egy ilyen kis diskurzusunk. A konkrétan a Kékingem lobogó számról, hogy melyikünk érti jobban a szöveget. Mert fejes, te hogy is gondoltad, hogy... Én mondom, hogy én nem próbálkoztam, tehát. Én nem próbálkoztam. Hát én ezt valahogy úgy értelmezzem, hogy ez egy ilyen leírása a természetnek, hogy így minden egységes és minden egy. Valami ilyesmit vélek felfedezni, mint a füvek, meg a fák, meg a növények szemszögében, hogy így összeér. Azt, hogy te hogy értelmezted, azt most már te fogod elmondani. Én meg arra gondoltam, hogy ez ilyen rácsodálkozás, hogy egyén akárkicsoda kiment a természetbe és hirtelen egyé válik vele, egy kis rácsodálkozik, de egy ilyen flow érzetbe kerül, hogy a kettő közül melyik állt közelebb, vagy hogy egyáltalán jól értjük-e, hogy körülbelül erről van-e benne szó. Arról szól, amit gondoltok, ezt nekem nem... Én nem tudom megmondani, mert ez... De te írtad a szöveget. Igen, de fogalmam nincsen. Tehát én nem tudom, hogy az így, hogy miről szól, mert ugye a dalszöveg maga az, ami van, hát nem tudok hozzátenni semmit sem, mert ez azt jelenti, ami önmaga. És így emiatt így nem, én nem nagyon tudnám ezt megmagyarázni, mert ha meg tudnám, akkor leírtam volna egy mondatban, de mivel nem bírtam leírni ezt az érzést, ezért lett belőle egy dalszöveg. Emlékszel rá, amikor írtad? Nagyjából igen, Skóciában történt, így körülbelül megvan. De amit ezek kapcsolatban nagyon szívesen elmondok, az, hogy Dudi, a Dudás Gábor énekesünk, az végig rosszul énekelte azt. És ezt még a DVD-n is úgy van, hogy Kékingem kiszakadt felhő, és akkor ez így valami pár próbával ezelőtt így mondtam neki, hogy de figyelj, az nem felhő, de felhő, és akkor megnéztük, és tényleg nem felhő, és most már jól énekli. Hups. Tehát akármi lehet. Felhő, feltör, bármi. Hát jó, köszönjük szépen akkor a választ. Van-e valakinek még kérdése? Adunk mikrofont is. Én, sziasztok, azt szeretném megkérdezni, hogy ugye 20 pár évig nem vitted színpadra ezt a formációt, vagy úgy tehát magát a tájkatafalkot, és az érdekelne engem, hogy végül, hogy döntöttél úgy, hogy végül csak színpadra viszed, vagy ez, tehát hogy ez az ötlet, ez hogy jött, vagy hogy alakult ki? Ez úgy kikényszerítette az élet, mert az Adorján Balázs kitalálta, hogy akkor legyen ez a mezolitos koncert, és akkor így összeszervezte, és a végén
úgy lett, hogy akkor én basszusgitároztam a három számban. És utána olyan jól sikerült ez az ügy, hogy aztán kitaláltuk, hogy akkor legyen belőle egy rendes zenekar. És innentől kezdve meg egy tök egyszerűen megy az ügy. Tehát ez ilyen véletlenek sorozata, ez nem működött volna, hogyha például nem költözök haza a Magyarországra. Skóciában nem volt rám út, és itthon meg hirtelen lett egy csomó ember, aki teljesen nagyon lelkes volt ez ügyben, és voltak olyan elkötelezettek, meg kedvesek, hogy ezt elkezdték felépíteni helyettem. És nekem már csak akkor kellett beszállnom ebben, mikor már tényleg csak annyi dolgom volt, hogy fölmenjek a színpadra. És az a része, ami előtte volt, az nekem nem kellett megcsinálnom, és annak amiatt tudott ez működni, hogy ezt megcsinálták helyettem. Másfélek esetleg még kérdés? Hát, hogyha nincs, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. És amit még úgy mondanék így mindenkinek is, hogy vegyetek sok sört, mert nyerni akarok lifelong learning-es, vagy lifelong-os bérletet. Mert hogyha összejön az 5000 eladott sör, akkor lehet nyerni élethosszígtartó Lowland bérletet, és vettem urvasok kombolát, szóval igyatok. Ja, úgyhogy igyan minden. Hallgassatok. És egy nagy tapsot. Jó. Köszönjük szépen. Hallgassatok jó banda, és javítsátok meg a mikrofon. Igen. Meg hasonlók. Köszönjük szépen. Sziasztok.